Jó estét kívánok, kedves nézők! Még csak 3 nap telt el az évből, de már most meg tudom mondani, hogy a fehérvári futball kedvelők, főleg akik a kispályás focit szeretik, mit fognak csinálni egy olyan 360 nap múlva, vagyis majd december legvégén. Természetesen ismét ott lesznek a Videoton Oktatási Központ csarnokában a Fehérvári Futball Fesztiválon, amely az idén majd jubilál egyébként, most már 19-20 éve szórakoztatja a futball szerelmeseit, azokat is, akik nézni szeretik, és hát főleg azokat, akik játsszák valamilyen formában a kispályás focit. És azért jósolhatom meg ezt ilyen biztosan, mert minden eddigi futballfesztivál tulajdonképpen nagyon sikeres volt, bár hatalmas munka és szervezés áll mögötte, és nem volt kivétel ez alól a néhány napja magunk mögött hagyott rendezvény sem. Most itt a műsor elején nézzük meg ezt a kis rövid anyagot, amelyet erről készítettünk. Több mint 1000 embert mozgatott meg a hagyományos évvégi, immár 19. Fehérvári Futballfesztivál. A főszervező Juhász László elmondta, büszke arra, hogy évről évre egyre színvonalasabb a torna. Azt gondolom, hogy a színvonalat tartottuk, hiszen ez a mai nap is jól igazolta. Az egyenes ráj küzdelmek között több is büntetőrugásokkal dőlt el. Főként a döntőbe jutás mind a két mérkőzése, tehát elmondható, hogy az a négy csapat, aki a döntőbe jutott, az egyértelműen nagyon erős, és külön érdekesség annak is, hogy a tavalyi 4 közé jutott csapatból 3-an már kiestek a délelőtt folyamán, tehát ez is látja, hogy új csapatok is érkeznek, akik nagyon komoly játékerőt képviselnek. Ahogy korábban is, így idén is több csapat érkezett határon túlról Székesfehérvárra. Azt gondolom, egy csodálatos üzenet a tornának, és az országban az egyedülálló most már így, hogy a 4 napon belül az 50 órás programba a 60 csapatból 13-an határon túlról érkeztek, mind a női csapatok, mind gyerekcsapatok, mind szurkolói kupára és mind a nemzetközi kupára is érkeztek, és azt gondolom, hogy viszik Székesfehérvár, és azért hozzákeltem a Videótól jó hírét az elszakított ország részekbe is. A futballfesztivált végül a Lázár Lovaspark csapata nyerte. Több volt, vagy jelenlegi minifoci, vagy éppen futszál válogatottal felállva a döntőben remek izgalmas meccsen 1-0-ra legyőzve a Buáron homeopátia együttesét. A bronzmeccset 3-2-re a Karmacsi Autó nyerte a Jó Barátok csapata ellen. Hát akkor most folytatjuk ezt a kis rövid beszélgetést, hiszen itt van velünk Juhász László, aki most már hosszú évek óta a szervezője, lelke, motorja az eseménynek, és aki azóta talán azt is meg tudta nézni, hogy valójában mi történt, mert a tapasztalatom az, hogy ott neked azért idő nem nagyon van magukat a meccseket figyelni. Hát hogyha ironizálni akarnék, azt mondanám, hogy minél öregebb lesz az esemény, annál hosszabb lesz a neve, mert lassan minden évre jut egy szó a címben. A hivatalosan, és ezt muszáj olvasnom, mert ember nincs, aki meg tudja tanulni. 19. Masterplast Videóton FCF Baráti Kör Egyesület Fehérvári Kispályás Ünnepi Futballfesztivál Családi Sport és Egészségnapok Határok Nélkül egy levegőre Montág Imre könyvébe bekerülhetne. Szóval ez a tényleg megjegyezhetetlen hosszú név azt jelzi, hogy ki kell bővíteni már csak a tematikus megjelölését is ennek a tornának. Gondolom nem vállaltad volna, hogyha nem lenne ennek funkciója. Igen, szép estét kívánok. Hát nem hiába volt a név, hogy gondolkoztunk, mindenképp hosszúnak tűnt már akkor. Hát a Lud akkor kövér, ugye klasszikus, akkor tegyük bele mindent. Igazából rövidítve úgy hívom, hogy Fehérvári Futballfesztivál, így most már házon belül ez a megnevezés 3-4 éve egy trend lett nálam, viszont a nevében benne van minden, tehát az, hogy gyakorlatilag ez több, mint foci, ez maga a családi napok jelzés is ezt takarja, meg az egészségnapok. Maga a focin belül azt, hogy egy fesztivál, hiszen itt 5 különböző focitorna van a fesztivál keretein belül, és magában a határok nélkülisége jelenti azt, hogy rengeteg külhoni csapatot versenyeztetünk, és az ünnepi szót is oda bigyeztettük, hiszen ez valamilyen szinten a kispályás focinak az ünnepe is, és hát pont az ünnepekre esik, akkor mi legyen benne ez a szó is, így lett ilyen szép rövid neve. Lehet ezt még bővíteni, majd adok néhány ötletet esetleg, csak meghívót nehéz lesz nyomtatni. Nos, tehát tényleg Fehérvári Futballfesztivál, és ahogy már többször elhangzott, ez a 19. volt, ami hát nagyon komoly múltat jelez már. Anélkül, hogy tényleg így átfognánk ezt a 20 évet, hogy emlékszel vissza a kezdetekre egyáltalán, miből, milyen ötletből született ez meg, és te mióta vagy a szervezője? Hát igen, klasszikusan gyakorlatilag régen, majdnem 2 évtized ezelőtt ugye, volt az NB1-es csapatoknak téli kupája, téli tornája. És amikor az megszűnt, gyakorlatilag akkor, ha minden igaz, akkor az elődeim a baráti kör tekintetében itt a Csasi, illetve Horváth Győzék elkezdték ezt a gondolatot, hogy akkor legyen valamilyen focitorna a Vogba, ami a Videótonról szól.
És ugye a kezdett időkben igazából szinte azért csak fehérvári csapatok voltak, bár akkor is talán jöttek a más helyszínről, de dominánsan Fehérvár volt a főszerepben. És hát ugye klasszikusan egy háromnapos volt, és talán több volt még benne a gála meccs is az elején, az utolsó napon legalábbis. Meg volt nyújtva a program. Aztán így, hogyha most visszanéznék, már a 10 évvel ezelőtti állapotig is körülbelül ez a kezdeti háromnapos mentés, csak egy foci torna volt pár gálamérkőzéssel, és így most teljesen más lett, és mégis ugyanaz. Tehát magában ugyanaz, hogy a fő kupája, amit mi nemzetközi kupának hívunk, a Masterclass nemzetközi kupának, ahova gyakorlatilag az erős és a felnőtt férfi csapatok jönnek, ott annyi alakult el, hogy természetesen külhóni csapatokat és testvérvárosból érkező, itt a lengyelopolira gondolok, csapatokat is fogadunk be évről évre, illetőleg az, hogy a fehérvári csapatok közül láthatóan kevesebben mernek a torna erőssége miatt benevezni, vagy pedig azért, mert a baráti társaságok korosztályosan is ott esetben kinőttek, és az újak már nem tekintik magukénak annyira ezt a tornát, de helyettük meg folyamatosan érkeznek. Tehát most is ugye Tata, Dunaújváros, Pest, és attól függ, hogy ki, hány játékost hova vennék valószínűleg, több vidéki volt. Ha most klasszikusan nézném, az idei 4 döntőbe jutott csapatból 3 például nem tekinthető szerintem Fehérvárnak, míg a tavaly a 4-be jutottból 3 volt Fehérvárnak tekinthető. Ez is azt mutatja, hogy erős a torna, hiszen a tavalyi 4-be jutottak közül 3 kiesett most az egyenesági küzdelmekbe, és másik csapatok kerültek a 4 közé, illetve hát úgy győztest köszöntettünk, tornánkod ide először induló Lázár Lovasparkot, őket először láttuk például vendégül a VOK-ban. Egy említettet, hogy nagyon erős a mezőny, ez abból is látszik, hogy sok korábbi élvonalbeli labdarúgó, sőt jelenlegiek is megfordulnak, hiszen vannak, akiket nem tiltanak el mondjuk a klubjukban a téli focitól. Ez mennyire vonzó és mennyire visszatartó erő, hiszen valamikor tényleg ez a fehérvári kispályás csapatok fiesztájának indult, manapság pedig hát azzal kell szembesülni, hogy akár nem tudom, Novotny Soma vagy a korábbi klasszisok közül Polonkai Attila jön szembe, és hát nyilván ezekkel a játékosokkal szemben azért nem mindenki veszi fel a kesztyűt. Én azt gondolom, hogy a játékosok örülnek, hogyha ilyen híres és nevesebb játékosok ellen is játszhatnak, és tényleg az volt a tendencia, hogy már jó pár évvel ezelőtt a második vonalból, vagy a harmadik vonalból, a fehérvári bajnokságból már nem mernek benevezni a csapatok, és ezért is van egy gondolatom a jövőre nézve ezzel kapcsolatosan, és de ezt gondolom, hogy a műsor második felébe, és tehát mindenki pimponáló, a közönség tekintetében meg hát egyértelműen közönség vonzó. Ugye hozzá kell tennem, hogy ebben az ünnepi időszakban ugye mi voltunk először, de majdnem utánunk rögtön indult a Debreceni kupa, illetve a Dunaújvárosi Karissza kupa, ami januárra esik át, és gyakorlatilag ugye a miénk az annyiba speciális, hogy egyrészt a határon túlisága miatt teljesen más itt a célunk azzal, mint azoknak a kupáknak, viszont a minőségében azt gondolom, hogy nagyon jó csapataink vannak nekünk is, tehát mert ugye még debreceni torna az egyértelműen egy profit szerző kupa, az a pénzről szól, mind akár a győztesnek járó díjak tekintetében, mind pedig a szervező tekintetében. Nálunk ez mindig is egy ilyen szinte önkéntes alapon működött a szervezés, ami persze ma már túlhaladt a korát, tehát most már egyértelműen nekünk is kell egy stáb, akivel dolgozunk, de másik oldalon meg mindig is a Videóton szeretet érkeztük el ezt a tornát. Az, hogy ebbe az évben adott esetben a futballklubban, mi szeretett klubunk nem vett tudomást a létezésünkről, hozzáteszem a személyem miatt, az azt gondolom minket abban nem gátolt, hogy mi ugyanezt az üzenetet tolmácsoltuk idén is a tornán, hiszen a dekoráció, a küllem, illetve maga az, hogy a Videótorról szóljon torna, azt továbbra is megtartottuk. Bővült itt tényleg sok mindennel a program az elmúlt években. Egyik jelentős újítás, és ez néhány éve tulajdonképpen lehet mondani, hát ilyen közös eszmecserék során merül fel, ugye, hogy öregfiúk torna is indult, mert hogy éppen az általad említett generációváltás következtében azok, akik még 10 éve vígan játszottak, most már ugye a szenior kategóriába esnek. Hát nekem sem is a 35 év is az fiatalok számít, tehát az én korosztályomnak nincs elég öregfiúk torna, de úgy látom, hogy ez a kezdeményezés például biztosítja azt a folytonosságot, hogy akik régen ott voltak a parketten, közülük sokan most is ott legyenek, és hát ez az öregfiúk torna, mondom erősen idézőjelesen, mert azért 30-as emberekről beszélünk, ez legalább olyan nagy presztízsűvé válik, mint a másik.
Igen, hiszen idén is 12 csapat indult ezen is, és tényleg látható, hogy azok a csapatok, akik szívesen jöttek korábban a főkupánkra, azok beleheznek már ide is, vagy illetve még vannak olyan csapatok is, akik is pont a két öreg fiúkupa döntős is, a Bádogos és a Villanegra, mind a két csapat indult, bár ugye más személy összetétellel a rendes kupán is. De pont jó volt a példa az idén, hiszen a teljesen spontán ötletként jött az eredményhirdetésnél, hogy az öreg fiúk kupa két döntősét, a Bádogost és a Villanegrát jövőre meg is hívtam, mint a vendégünk, tehát nevezési díj nélkül a jövő évi öreg fiúk kupára, úgymond a hűség tiszteleti elejéül, hiszen ők a kezdetek óta a tornának. Ez a két csapat az, aki a mostani mezőnyben, aki kezdetek óta látogatja a tornánkat, és azt gondoljuk, pont a 20-asra ez egy remek alkalom volt az, hogy ez a két csapat játszott a döntőt, hogy mind a kettőnek felajánljuk ezt a lehetőséget. És hát azon gondolkodom a jövőre nézve is, ami az idejévet tekinti, hogy valószínűleg kell egy nagyobb korosztályi vonalat is húzni, egy 45 pluszos akár, vagy 40 pluszos, ez még majd évközben letisztul, az lehet, hogy csak egy 4-8 csapatos lesz, mert igen, tény és való, hogy akik viszont még idősebbek és szívesen játszanak, azoknak azért 35-36 éves életerős fiatal emberek ellen, az már kemény tempó, hiszen azért látható volt, ez a 34 pluszos tornán is nagyon erős csapatok voltak, és a 12 csapat, hogy ott is már benevezett, előrejtíti azt is, hogy lehet, hogy ott is növekedni fog a létszám, de hogy ezt a 12-t tudjuk tartani, ez szinte biztosan mondható. Nagyon komoly szervezési munkát igényel nyilván ez a torna, most már aztán gyakorlatilag egész évben dolgoztok rajta, hogy az a néhány napot jól sikerüljön. Ugye a Videóton Baráti Kör Egyesület továbbra is a torna nevében is benne van, és hát főszervezője ennek. Az egyesületetek ma már sokkal többről szól, mint egy hagyományos régi értelembe vett baráti kör, hiszen ti is versenyeztettek korosztályos csapatokat, felnőtt csapatot, tehát gyakorlatilag tényleg egy klubról beszélünk. Mégis a baráti körnek mennyire tekinted igazi profi fiába vágónak, vagy ha úgy tetszik, akkor egyfajta címerének ezt a tornát, hiszen ez annak idén tényleg baráti kör kupaként indult. Hát azt gondolom, hogy a nevünk az ugye tradíciósan megmaradt, azt mi nem változtattunk nevünkön, és nem is nincs is szándékunkban. Tehát így ez a baráti kör, az emberöktől az jutna eszébe, hogy egy baráti társágról, az a barátokról. Azt gondolom, hogy ma már ez nem igaz ebbe a formájában, hiszen ez egy bár amatőr, de mégis egy professzionálisan versenyeztető futballklubról beszélünk, hiszen közel 200 játékosunk van egy adott pillanatban, akik aktívak 8 korosztályban, és ennek is csak az szabgáltat, hogy gyakorlatilag saját telepünk, sporttelepünk úgymond nincsen pályánk, hiszen jönnének többen. Ami érdekessége, hogy mindenki, akár a politikában, akár bárhol beszélgetnek róla, mindig a tömegsportról, meg a szabadidősportnak a fontosságáról beszélnek, és hát jelenleg ugye a foci tekintetében, a nagypályás foci tekintetében pont a tömegsport és a szabadidősportnak nincsen igazán hazája. Mi még ugye szívességi alapon a Sóstói stadionban ideig óráig benn lehetünk, reméljük, hogy addig, amíg más megoldás nem születik, és a piramisnak mi vagyunk az Alja-Fehérváron, ugye van a Videóton futball, akkor van a Főnix, van a Marosegy, és vagyunk mi hozzánk, azok a gyerekek jönnek, akik magasabb képességen, vagy magasabb szinten nem felelnek meg, és már mi is azzal is küzdünk, hogy már ma hozzánk is érkezik olyan, akiket már lehet, hogy sajnos el kellene küldeni, mert hátráltatja a munkát, és tényleg csak egy abszolút tömegsportot képviselne az adott gyermeknek a játéktudása, és mi ezt meg is szeretnénk tartani, csak egyelőre a kapacitás játéktér hiányában ez nagyon nehéz. Viszont a címerként, úgymond az évvégi torna, azt gondolom tényleg ott lebeg előttünk, és hogy az előbb is utaltam, most is utalok arra, hogy a gyerekek tekintetében is, ahogy el is kezdtük a tornán, és a jövőbe, erre az évre nézve is már, vannak komolyabb terveink, hogy hogyan szoktassuk meg ezt a hangulatot a gyermekeinkkel, hiszen a 8 korosztály azért mindenképp rejt magába tartalékokat. Jó, hát beszéljünk akkor a jövőről, mert hogy decemberben ismét lesz majd 20. jubileumi futballfesztivál, és ez a 20-as szám ezt tényleg feltételezi, hogy te, aki gyakorlatilag minden évben valami újításon töröd a fejed, most még nagyobb dobásra készülsz, mi az, amit már lehet erről tudni, mi az, ami csak, gondolom a többség még csak tervekben, álmokban létezik, de mennyivel lesz ez más futballfesztivál az eddigiekhez képest? Igen, körvonalakban azért összeállt a fejembe egy-két gondolat. Ugye most az elején megpróbálunk valami forrást is szerezni majd, hiszen ezért tudni kell, hogy a csapatoktól abban az ütemben nem kértük el a nevezési díjat, amilyen ütemben például az egyéb költség, akár az egészségügyi szolgáltatás, akár a terembéleti díj, akár egyéb más kísérő szolgáltatások, amik kötelezőek, vagy azt mondjuk nem kötelezőek, de mi tornánkon oda tesszük, emelkedtek. Úgyhogy először is forrásbázis kéne megtalálni rá, hogy biztosan nyugodtan elkezdjük tervezni.
ami a fejemben a legnagyobb újdonság, itt sokak legnagyobb bánatára, itt arra gondolok, aki segít nekem, hogy a 4 napból hirtelen csinálunk lehet, hogy 8-at. Ennek viszont az a kezdő gondolat, amit az előbb mondtam, hogy a 20-at nagyon méltóképpen egyrészt meg szeretnénk ünnepelni, másrészt pedig, hogy sok korosztályunk van, és ugye évek óta csak az U11-eseinknek csinálunk tornát a parketten. Igaz, hogy mellette minden korosztálynak fut a ketrec foci, amiről külön meg kell, hogy említsem, hogy mindig is nagy siker, és a szívünk ugye mióta ott vannak ezek a ketrecek, hiszen azon kívül, hogy a parketten volt 60 csapat, a ketrec fociba is közel 30-40, nem is adtam össze csapat játszott, és ott minden korosztály képviseltette magát, és szeretnénk a kisebbeket is akár a parketre levinni, és ugye a Fehérvárról is a több, még több saját hazai úgymond csapatot vendégül látni, vagy a megyéből, és úgy, hogy a hangulatát megérezzék a tornának, valahogy vegyíteni ezeket a programokat. Ugye most nagyon sűrű lett, hiszen szó szerint 50 óra volt a program, és gyakorlatilag, ha szétbontanánk a szurkolói focit, az öreg focit, tehát előrehoznánk, vagy nem egy napon lennének azok sem, akkor azoknak a betétjébe is már tennénk be gyerekmérkőzéseket, illetve gondolkodunk mindenképp akár a női kupának is a felfejlesztésével a csapatok tekintetében, és ami az újszerűség, az előbb már mondtam, hogy akár 45 pluszos tornán is, vagy egy 4 csapatos 55-60 pluszos tornát is külön bele lehetne rakni. Itt viszont mindenképp van egy kezdeti gondolatom, hogy a tradíciós 20 évvel ezelőtti, akikkel indult ez a torna, azokat a kispályás csapatok közül, akik ezt vállalják és föllelhetőek. Itt gondolok a Csekára, a Zöldkerre, Csé plusz fél Zöldker csapataira, tehát azok a tradicionális fehérvári kispályás csapatokra, őket is szeretném egy picit megint megversenyeztetni a VOG-ba, és ugye ehhez kell, hogy széthúzzuk a programot, és a korosztályos bajnokságokkal együtt én terveim szerint a kellemest a hasznosra is összekötnénk, hogy egyrészt a Videóton baráti körnek a szokásos évvégi zárója is, hiszen ilyen családi napként szoktuk így is úgy is zárni az évet, ez idén december 22-én volt, akkor mondjuk azt, hogy most már kössük össze a kettőt, és akkor elkezdenénk már karácsony előtt, és adott esetben vagy ugyanígy 30-án érne véget, de az is lehet, hogy január elejébe nyúlná át, itt természetesen majd a VOG-kal is kell egyeztetni, tárgyalni, illetve hát a gála meccs tekintetében idén nem volt olyan kimagasló jelentésük, megtartottuk a szokásos közéleti gálamérkőzést, ahol a szponzorok, a média képviselői, szervezők léphettek parketre, és mellette pedig a hagyományos botos emlékgálát, és itt gondolkozunk azon, hogy ha sikerül összehoznunk egy megfelelő ellenféllel a 88-89-es mindenki által szeretett Kaszás Gabi féle Videóton csapatát még egyszer hívjuk el, és még egyszer álljanak össze a régi társak, és számukra természetesen megfelelő ellenfelet az ő korosztályukból, az abból a bajnokságból, akár a bajnokot, vagy akár egy másik ellenfelet próbáljunk meghozni. Tehát mindenképp már az 50 órán túl legalább egy 20-30 órányi anyag itt van a fejemben, hogy mivel töltenénk föl. Hát nagyon üdvözlöm a 45 pluszos torna ötletét, talán arra már mi is odaférünk. És hát valóban egyébként tényleg ezek a régi nagy vidiknek a gála meccse is mindig hozzátartoztak. Tehát én emlékszem, hogy még Karsai Lászlót is láttam gála mérkőzésen a VOG parketjére. Reméljük, hogy tényleg sikerül ebben is előrelépni, vagy visszatérni a régi hagyományokhoz. Hát sok sikert hozzá, meg kitartást. A végére azért egy kicsit kellemetlenebb téma talán, bár már magad is részben említetted, hogy az anyaklubbal azért nem ideális most a kapcsolat, nem tudom, hogy ez személy szerint téged érint, vagy pedig magát az egyesületet. Ugye amikor a névváltoztatás megtörtént nyáron, akkor te személy szerint is, és hát a szurkolói csoport is egy bojkottot hirdetett, aminek hát most jelen pillanatban ilyen nem tudom hol tart a története. Ugye a stadionavató mérkőzésen bent voltak kicsit az útrák, aztán kimentek, tudjuk, hogy azért van, akiknek puhult az álláspontjuk. Most jelen pillanatban te személy szerint, illetve a által is képviselt egyesület hol tart ebben az ügyben? A probléma az ott kezdődött szerintem az én személyemen keresztül, így a Videóton baráti kör is kárvalatja egy kicsit ennek a történetnek. Én azt gondolom, előtte volt egyfajta normális együttműködés a futballklubbal, bár talán ők sokkal jobban segíthettek volna minket, hiszen az ő érdekük lenne igazán, hogy van egy-két lelkes őrült, akinek nem kerül egy forintba sem energiába, és mégis az ő hírüket viszi, főleg a határon túliságról is beszélünk, hogy rengetegen szorítanak a Videóton, és nézik a Videóton, és mi miattunk, hiszen a mi csapataink járnak ki most már Kárpátaljára, Erdélybe, délvidékre focizni, és te ez miatt figyelnek ránk.
A másik az, hogy sajnos szerepszavarok lettek. Itt azt gondolom három olyan szerep volt, amiből még kettő se lehetne összeegyeztető, és itt három találkozott egymással. Egyrészt van a képviselőjénem, van az, hogy RBD alapító tag voltam annak idején, és van az, hogy videóton baráti körként egy sportegyesületet vezetek. És volt egyfajta... Én úgy éltem meg, mint egy tördöfést, amikor bejelentették ezt a névváltoztatást. Én egy érzelmi beállítottságú ember vagyok. Én ott hirtelen tettem olyan impulzusokat, amik nem biztos, hogy pozitívak voltak a klub szemszögében, hogy úgy nézzek, de semmi bántó szándék ebben nem volt. Illetve itt az új névadó szponzorunk tekintetében is megkaptam azt, hogy én lázítok, hogy ne azon a kuton tankoljanak az emberek. Erről szó sem volt, hiszen ráadásul érdekességként mondom, hogy az Egyesületnek ráadásul a MOL kutakon van az állandó tankolása, hiszen van az Egyesületnek saját mikrobusza, és én jó magam, amikor elmegyek például határon túlra, ott is mindig ott tankolok ilyen kutakon, hazahúz a szívem. Tehát ez is egy érdekesség, és hogy sikerült-e megoldani, nem sikerült, a klub tulajdonosa személy szerint úgy látjuk, hogy haragszik ránk. Én az RBD álláspontját megértettem, most is megértek, őnekik túl sok más módszerük, fegyverük nem volt, hogy jól tették-e, jól vagy nem, azt nem tudom, de én egyet értettem velük, és ezt fönn is tartom, hogy ebben nem változott álláspontom, amiben nekem viszont változott, hogy nem kellett volna ez miatt összekeverni a dolgokat, hiszen így akár a videóton baráti kör is láthatja akár hát ez miatt, hogy nem volt tiszta esetleg a tulajdonos fele, hogy az én vélemény mi volt. Egy biztos, hogy én a bojkottjukkal egyet értettem, viszont egyetlen egy fehérvári embert föl nem szólítottam soha, hogy ne menjen mérkőzésre, sőt a videóton baráti kör tagságában ugye 300 szülő is van a gyerekeknél, most is a három mérkőzésen ösztönöztem őket, hogy vásároljanak bérletet, illetve ami nekem fontos volt még, hogy a Székesfehérvár városáé maga a stadion avató mérkőzést én egyértelműen úgy gondoltam, hogy ott félre kellett volna mindenkinek tenni minden rossz állását és egy igazi futballünnepet varázsolni belőle, így én magam is a nyitó mérkőzést is végig megtekintettem személy szerint, úgyhogy jelenleg itt állunk ebbe a történetbe. Hát meglátjuk, reméljük, hogy a sikerek azok minden esetre veletek is a futballfesztivál kapcsán, a Baráti Kör Egyesület kapcsán, és persze a klubbal is megmaradnak. Köszönöm, hogy bejöttél, és hát erőt és kitartást akkor a jubileumi torna szervezéséhez. Köszönöm szépen. Kedves nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, további szép estét kívánok, viszontlátásra!